Egy 62 éves helyi nőt gyanúsít a rendőrség azzal a bűncselekménnyel, ami Szolnokon történt. Majd előzetes szóváltás nélkül egy 3 cm pengélyű szikével 3 alkalommal felsőtestén megszúrta, kézben folyamatosan fenyegette, hogy megöli. A támadás következtében az elsődleges orvosi vélemény szerint a sértett könnyű sérüléseket szenvedett. A bejelentést követően kollégáim a helyszín közelében elfogták és előállították a támadót. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki emberölés büntet kísérletének megalapozott gyanúja miatt. A gyanúsítottat a nyomozóhatóság őrizetbe vette, és kezdeményezték letartóztatását. A Jászhegyku Szolnok vármegyei főügyészség emberölés büntetének kísérlete miatt indítványozta annak a 62 éves szolnoki nőnek a letartóztatását, aki a rendelkezésre álló adatok szerint egy vagyoni vita miatt régebb óta rossz viszonyban áll a rokonságával. A nő 2023. augusztus 30-án este megjelent a sógornője szolnoki lakásánál, ahol a csengetésre ajtót nyitó sógornőjét egy 3 cm penge hosszúságú, éllel és heggyel is rendelkező orvosi szikével, 2 alkalommal a mellkasánál bal oldalon, 1 alkalommal a nyakánál szintén bal oldalon megszúrta, miközben azt kiáltotta, hogy megöllek. A bántalmazás következtében a nő 3-8 napon belül gyógyuló sebzett sérülést szenvedett, azonban a bántalmazás eszközére, illetve a bántalmazott testtájékra tekintettel fennállt a ténylegesen okozott sérülésnél súlyosabb sérülés bekövetkezésének lehetősége is. A nyaktájék tekintetében a cselekmény alkalmas volt halálos eredmény okozására is. A súlyosabb sérülés azért nem következett be, mert a bántalmazott nő a mellkasát érintő szúrások esetében elhajolt a szúrások elől, a nyakát érintő szúrás esetében pedig ráfogott a szikére, ennek során meg is sérült a keze. Az ügyészség az indítványában a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható szabadságvesztés mértékére figyelemmel, amely ebben az ügyben 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés büntetés, hivatkozott arra, hogy a nővel szemben fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, mely körülményt tovább erősít az, hogy a nő állandó lakóhelyel, illetve személyi kötődésekkel nem rendelkezik. Az ügyészség az indítványában kiemelte azt is, hogy emiatt a családi konfliktus miatt a nővel szemben már jelenleg is 2 büntetőeljárás folyik, így esetében a bűnismétlés veszélye is fennáll. A bíróság az ügyészség indítványával egyetértett, és 2023. szeptember 1-én elrendelte a nő letartóztatását. A bíróság végzését a nő tudomásul vette, a védője azonban fellebbezést jelentett be azzal szemben, így végleges döntést az ügyben a szolnoki törvényszék fog hozni.